Nemrég felfigyeltem egy cikkre, ami arról szólt, hogy Londonban megnyílt az első pénztármentes Aldi. Nincsenek kasszák, nincsen fizikai fizetés vagy kártyás érintés, csupán egy applikáció és a boltban lévő kamerák segítségével tud az ember vásárolni. Nagyon kíváncsi lettem, hogy ez a gyakorlatban hogyan működhet, ezért úgy döntöttem, hogy a londoni utam során kipróbálom ezt a boltot. Nos, és aki látta az előző videómat, az tudhatja, hogy itt vagyok Londonban most már néhány órája. És igyekszem kihozni a maximumot abból az időből, amit itt fogok tölteni. És amikor keresgettem, hogy milyen videót lehetne itt csinálni, ami nem olyan szokványos, nem olyan tipikus turistás, akkor átaláltam egy cikkre, ami arról írt, hogy Londonban csináltak egy kasszamentes Aldit, ami szerintem több szempontból is érdekes, amíg nem találkoztam ilyen kasszamentes üzlettel. A másik pedig ugye az, hogy egy Aldiról van szó, ami ugye otthon is van, és elképzelhető, hogyha egy ilyen újítás bevezettek itt, akkor nem sokára akár még nálunk is lehetne egy ilyen, hogyha lenne rá igény vagy jól működik. Úgyhogy arra gondoltam, hogy innen most Londonból első kézből letesztelem a kasszamentes Aldit. De mielőtt még bármibe is belekezdenénk, előbb nézzük meg, hogy hogyan épül fel maga az alkalmazás. A neve egyébként Aldi Shop & Go, és természetesen bármelyik okostelefonra letölthető, és igazából annyi a dolgunk ezzel az alkalmazással, hogy meg kell adnunk benne a bankkártya adatainkat, és miután azt elfogadták, utána egy QR kód segítségével lehet belépni a boltba, és onnantól kezdve a rendszer tulajdonképpen felismeri azt, hogy te azzal a bankszámlával jelenleg ott vásárolsz, és a végén a távozásnál az összegyűjtött termékeket tulajdonképpen egyben levonja a bankszámládról. Ugyebár ez egy viszonylag új és sokak számára bonyolult metódus lehet ez a vásárlási folyamat, és éppen ezért az applikációban van egy tök jó tutoriál, ami gyakorlatilag elmagyarázza, hogy hogyan is működik ez az egész. Ilyen kis animációk segítségével megmutatja azt, hogy a termékek levételével történik meg tulajdonképpen a vásárlás, amit kamerák folyamatosan figyelnek. És ami nagyon fontos, hogy azt is bemutatja, hogy ha esetleg valaki meggondolná magát, tehát miután levette a terméket a polcról, nem az történik, hogy nem rakhatja vissza, és onnantól kezdve meg kell vennie, tehát muszáj mindig azt levenned a polcról, amit biztosan meg akarsz venni, hanem hogyha bármivel kapcsolatban esetleg meggondolod magad, akkor szimplán csak visszateszed a polcra, és a kamerák ezt is érzékelni fogják. Ami számomra egy kicsit vicces, az az a metódus, amikor segíteni akarsz valakinek, például mondjuk egy idősebb vásárlónak, vagy valakinek, aki alacsonyabb, és le kell venni valamit a felső polcról, akkor nem azt kell csinálni, hogy leveszed és odaadod neki, mert akkor a kamerák azt érzékelnék, hogy te vásároltad meg a terméket, hanem meg kell fognia azt az adott terméket, és egy kicsit lejjebb kell tenni, hogy a másik vásárló már elérje, és ő tudja levenni, és neki legyen felszámlázva. Ez a gyakorlatban szerintem egy kicsit furcsán néz neki, de amúgy gondolom hozzá lehet szokni. Ha pedig többen családostól szeretnétek vásárolni, akkor igazából ugyanazzal a QR kóddal kell bemennie mindenkinek. Ahhoz pedig, hogy például valaki mondjuk alkoholt tudjon vásárolni, minimum 18 évesnek kell lennie, és elméletileg az applikációban van egy ilyen program is, ami elméletileg meg tudja ezt lelapítani, hogy már elmúltál 18 éves. Ezt mondjuk én erősen kétlem, mert már találkoztam olyan emberekkel, akik elvileg 15-6 évesek, azt 30-nak néznek ki. Viszont ami szintén fontos, hogy nem hagynak a boltban még egyelőre teljesen magadra, hanem vannak ott dolgozó emberek, akik az ilyen esetekben tudnak segíteni. És tulajdonképpen ennyi az applikációban, ami egyszerűnek tűnik, és mindjárt láthatjátok is, hogy a gyakorlatban ezt hogyan tudtam használni. Viszont még mielőtt ezt megmutatnám, menjünk el egy itthoni Aldiba, hogy legyen egy kis viszonyítási alapunk. Should have brought my coat at the end of the line, all my shit untold. Messed up a lot, used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought. No. És igazából ebben az Aldiban is ugyanúgy kettő dolgot vettem, mint kint Londonban. És habár az itteni, vagyis a magyarországi Aldi, az jóval felszereltebb volt. De ezt én inkább annak tudom be, hogy ez még ott Angliában is egy ilyen prototípus, úgyhogy igazából csak kísérleteznek ezzel a kasszamentes Aldival, miért csinálnának egy hatalmas bevásárlóközpontot neki. Maga a vásárlási folyamat az kint sokkal-sokkal gyorsabb volt. Nem mint hogyha az itteni kasszánál történő várakozás ilyen hatalmas nagy problémát jelentene, de hogyha kettőt össze kéne hasonlítani, akkor az, hogy ez az egész folyamat, hogy sorban állunk a kasszánál, az konkrétan ki van törölve azáltal, hogy minden egy applikáción keresztül működik. Egészen egyszerűen megspórolunk egy csomó időt. Feeling me, you can't get rid of me, calling this wise. Time is running out, it's been moving, but we still don't have the crowd. Money in my head, but not my bank account. És már láthatjátok, hogy benne is vagyok a boltban, és az applikáció tökéletesen fölismerte, hogy megkezdtem a vásárlást. Elméletileg nincs más dolgom,
mint rengeteg, rengeteg kamera előtt vásárolni. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit feszélyező érzés, hogy minden egyes mozdulatomat figyelik a kamerák, de ugyanakkor meg tökre megkönnyíti az egészet. Na például, hogyha én ezt most itt megfogom, és leveszem, ennyiből elvileg a kamerák érzékelték, hogy én ezt a terméket levettem a polcról, és már fel is számolták az applikációban. Hát azt nem tudom, hogy ez a hely nagy bevásárlásra mennyire alkalmas, mert nem nevezném ezt a legfelszereltebb Aldinak a világon. Viszont azért mindenből megtalálható valami. Vannak üdítők, vannak húsok, tényleg igazából van minden. Viszont hogyha választanom kéne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy egy átlagos otthoni Aldi azért felszereltebb. De az is simán elképzelhető, hogy csak az én igényeimet jobban kielégíti, nem tudom. Minden esetre nézzük meg, hogy hogyan működik ez az egész, mert most már nagyon kíváncsi vagyok. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Can I just go? Okay. Thank you very much. Goodbye, have a nice day. Az egyik hozzászóló szerint például egy csodálatos és új élmény ez az egész számára, és egy tök szép és rendezett boltnak tartja ezt a Aldi Shop & Go-t. Míg valaki más szerint ez az egész például tök szomorú, és nem tetszik neki az, hogy emberek elvesztik a munkájukat emiatt, sőt, ráadásul még nem is tartja valami jól felszereltnek ezt a boltot. Szóval tényleg az az érdekes, hogy ilyen közepes értékelés egyáltalán nem is található, csak nagyon jó, vagy nagyon rossz. Én nekem pedig személy szerint inkább pozitív irányba húz a szívem. De ez tényleg teljes mértékben csak saját tapasztalat, saját vélemény. Nem tudom, hogyha ténylegesen bevezetnék, az hogyan működne itthon. Úgyhogy mindenképpen írjátok meg, hogy nektek erről mi a véleményetek. Ha pedig kíváncsiak vagytok, hogy hogyan repültem el Londonba mindössze 3000 forintért, akkor ajánlom az előző videómat. Köszi!